Olyan, yes, szép jó napot kívánok mindenkinek, áldassék a gyümölcs, letekint ránk és társai. Ahogy szoktam volt mondani, ez a videó sem kezdődhet el másképp, mint hogy azt kérem, hogy szeresd a testem, bébi. Iratkozz fel, kis csengő, lenn megtalálod az Instagramot, ott is szeressél, imádjál. Viszont nem akarom ezt túlhúzni, egy egész érdekes, felkapott témáról szeretnék nektek beszélni. Egy olyan témáról, amiről úgy érzem, hogy kell beszélni. Az életem nagy részében felmerülő dolgokat, problémákat, bármiket igyekszem mindig elbagatelizálni. Én úgy vagyok vele, hogy a poén az sok mindenre jó, sok mindent el lehet poénkodni, sokkal könnyebb vele az élet. Viszont vannak dolgok, amiket nem lehet elpoénkodni. És mint azt már a videó címéből is láthattátok, itt most a Kenderesi Tamás ügyéről lesz szó. Na de ki is az a Kenderesi Tamás? Kenderesi Tamás az ország egyik legjobb úszója, egy rakat érme van neki, és talán akkor robbant be a köztudatba, amikor a medence szélén megkérdezték tőle, hogy mire vágyik most a legjobban, és azt mondta, hogy rám félne egy-két sajtburesz. Úgyhogy ő a sajtbureszes Tamás. De hogy mostanában nem ezzel került be a köztudatba, nem ezzel szerepelt újságok címlapján, és nem ezt osztották meg róla az interneten, hanem azt, hogy szexuálisan molesztált egy koreai lányt. És ez egy olyan lavina indult el, amit csak így követtem, és kb. Amikor ugye a hableánynak volt a katasztrófája, akkor is minden erről szólt. És bárhova görgettem, bárhova kattintottam, mindenhol ezzel találkoztam szembe, és úgy voltam vele, hogy ki. Hogy most akkor ez mi? Kiderült, hogy ez a srác elment bulizni, az is elképzelhető, hogy piázott, és rácsapott egy lánynak a fenekére. Őt kikiáltotta a magyar sajtó, és ami talán a legfurább volt, hogy még a jobboldali sajtó, az Origó, olyan szinten és undorító módon és végletekig menően belement ebbe, hogy szexuálisan zaklatott és bántalmazott egy lányt kint Koreában, hogy ez valami hihetetlen. Na most akkor tisztázzuk a fogalmakat. Tehát, hogy ő rácsapott egy lánynak a seggére egy szórakozó helyen. Ő nem egy szexuális ragadozó, hanem egy papló, egy bunkó. Létezik ilyen. Igen, rácsapott egy lánynak a seggére. Nem mondom azt, hogy etikailag ez túlzottan rendben van, na de könyörgöm, ne feszítsünk már keresztre egy fiatal srácot, ne hívjuk már szexuális ragadozónak, zaklatónak, mert ő rácsapott egy helyes lánynak a seggére. Tegyetek a szívetekre a kezeteket, és azt én sem szívemre teszem a kezemet, hogy hány olyan dolog van, ami miatt mondjuk szexuális zaklatónak lehetne minket hívni. Mondjuk csak magamból indulok ki, én a munkahelyemre a lányokkal, a csajokkal rendszeresen szoktam olyan poénokat ellőni, amiket mondjuk jó, oké, meleg vagyok, de ha mondjuk nem lennék meleg, akkor simán szerintem szexuális zaklatónak minősülök. De a srácokkal is. Tehát aki dolgozott már velem együtt, vagy aki már bulizott velem együtt, vagy aki már csak úgy töltött velem együtt időt, az tudja, hogy hát elég vaskos humorom van, és a szexualitás az ugyanúgy, mint a vallás, az identitás, az akármi más, nálam egyáltalán nem tabu, bármivel poénkodom. De hogy ilyen mértékű módon lejáratni valakit, az szerintem mindenféle szempontból undorító. És az van, hogy jelenleg ott tartunk, hogy itt a hatalmas nagy MeToo-tengerbe, itt már ha valakire úgy nézel rá, hát az akkor már szexuálisan bántalmazva van. Amikor a Kerót annó ugye ellehetetlenítették, évtizedeken át az egyik legtehetségesebb művészember volt a tanár úr, rendezett, játszott, igazgatott, tényleg rengetegen köszönhetik nekik a karrierjüket, vagy rengetegen köszönhetek neki a karrierjüket. Aztán jött egy kisfiú, aki tulajdonképpen alkalmatlan volt mindenre, nem volt hajlandó időben próbára járni, nem volt megfelelő tehetsége, nem volt érkezése a színművészethez, és aztán jött és fellibbentette a fájtlat, hogy a Keró meleg, és elverte egy pálcával. Jó, azt lehet, hogy nem mondta, hogy meleg, de hogy utalt arra, hogy a térdére fektette és elfenekelte a válfának a nadrágtartó részével. És akkor hatalmas nagy letargiába volt az ország, hogy a Keró egy milyen egy undorító ember, és akármi, és amit ő évtizedeken át felépített, az ő karrierjét, az ő egzisztenciáját, az ő életét egy pillanat alatt derékbe tört a magyar sajtó és a magyar nép, mert kikiáltották a Kerót szexuális ragadozónak. Könyörgöm. Tehát, hogy vannak nevelési módszerek, hozzáteszem, nem értek azzal egyet, hogy bármikor is bárkit ellenspángoljunk egy ilyen pálcával, de ettől még nem gondolom, hogy szexuális ragadozó lenne egy pedagógus. Arra azt mondom, hogy oké, de nem szexuális
erőszaktevő, vagy ragadozó, vagy bűnöző. És most ugyanez a helyzet ezzel a sráccal. Ez egy fiatal srác, gondoljatok bele, úszik, mint az állat tényleg, tehát, hogy mint hal a vízben. És pillanatok alatt szétszették. És ez a mocskos origó tényleg, tehát akárhányszor nagyon-nagyon ritkán, tehát nekem nem dobja fel, háttérben van téve a Facebookon, nincs is bekövetve, stb. Ha látom, mindig elrejtem a posztokat. És mégis, hogyha valahogy megtalálom, és most is láttam, okádnom kell, undorító. Nem tudom, hogy azok az emberek, akik ott írnak, egyáltalán hogy tudnak tükörbe nézni, egyáltalán hogy tudnak naponta felkelni, cikkeket, ilyen cikkeket lehozni, majd tényleg nyugodtan elaludni. Undorító. És ez a srác most szégyenkezve jön majd haza Magyarországra, mert szexuális bűnözőként állítják be. Nem, ő egy tapló. Egy 20-pár éves tapló, akinek még talán az is belefér, igen, hogy ilyet megcsináljon. És akkor azt is lehozták, hogy a barátnője az áldozatot hibáztatja. Milyen áldozatot, létszi? Ha valaki, én aztán tényleg soha nem hibáztatok áldozatot. Ha valakit megerőszakoltak, ha valakit szexuális bántalmazás ért, vagy ha valaki ilyen bűncselekményt követett el, én már elmondtam ezeket, mivel büntetném. Keresztényi tanaim ellenére azt gondolom, hogy ezeket a dolgokat én túl gyarló vagyok, hogy megbocsássam. De itt azért szó nincs erről, és akkor azt mondják, hogy áldozat hibáztatás volt. Létszi. Tehát azért tegyük már tisztába a dolgokat, nevezzük már nevén a dolgokat. Ez a srác nem szexuálisan bántalmazott valakit, hanem rácsapott valakinek a seggére. Bunkó volt? Igen. Tapló volt? Igen. Méltatlan volt egy sportolóhoz? Igen. Méltatlan volt egy magyar sportolóhoz? Igen. De nem volt szexuálisan bántalmazva senki. És ez az undorító. És azért gondoltam, hogy erről beszélek nektek, mert általában mindig ilyen kis csipcsup témákat, vagy nem tudom, ilyen, amiről éppen így eszembe jut, de ez most így nagyon megfogalmazódott bennem. És hogyha egy pár emberhez eljut, vagy ha esetleg ez így tovább lesz osztva, vagy ha tényleg látják azok, akik mondjuk bedőlnek az Origo cikkeinek, akkor már elértem valamit. Ha valakivel elindítok egy gondolatot, és nem úgy fog nézni erre a kiváló sportolóra, mint egy utolsó mocskos molesztáló valakire, akkor már megérte megcsinálni ezt a videót. Úgyhogy tegyük tisztába a dolgokat. Értem én a MeToo-t, értem én azt, hogy itt most mindenkinek eszébe jutott, éveken át teljesen jó volt a 80 éves producernek a pömpölőjét cuppogtatni különböző szerepekért, majd amikor nem kapott már meg egy szerepet, akkor hirtelen kitalált, hogy ő bizony bántalmazva lett. Érdekes minden esetre, és nem kétlem, vannak visszaélések. Biztos vagyok benne, hogy vannak helyzetek, amikor létezik az a bizonyos szereposztó divány, de azért nagy része a MeToo-nak hiszti volt. És nagy része a MeToo-nak olyan irányba vette az egész mozgalom, hogy olyan tehetséges, olyan embereket, életek munkáját tették tönkre, hogy az amellett már nem lehet szó nélkül elmenni. És ha én csak abba gondolok bele, hogy én meleg fiatal srácként elmegyek a kollégámmal bulizni, rácsapok a seggére, és történt már ilyen. És akkor másnap ő engem följelent, és bezárnak, mert rácsaptam a seggére, vagy nem tudom, vagy rákacsintok valakire, jó, a kacsintás az nem ugyanaz. De hogy, és akkor ettől kell rettegnem? Pedig nem vagyok szexuális ragadozó, soha senkit nem kényszerítettem szexuális együttlétre, soha senkinek nem ajánlottam szerepet, nem ajánlottam állást, nem ajánlottam javakat azért, hogy velem lefeküdjön, és valószínűleg ez a srác sem. Tehát ezért tegyünk már különbséget. Az erőszaktevő számomra az, aki annak ellenére szexuális kapcsolatot létesít a másik személlyel, hogy ő szerette volna. Tehát, hogyha valakit megerőszakolnak fizikailag, erőszakkal, az erőszaktevő, a szexuálisan bántalmazó, molesztáló, mi kitívunk molesztálónak, aki az általános iskola mellett tíz év ballonkabát arról veri a fütyköst, érted, mutogatva a kisgyereknek. Na, ezeknek kell levágni szépen a kezét, lábát, akármi, de ne a Kenderesi Tomival csináljuk már ezt, meg ne a Keróval, meg nem tudom még, hogy kikkel, akiknek azért, na, tehát, hogy nem mentesít senkit az alól, hogyha jól dolgozik, a kiváló szakember, a kiváló sportoló, nem. Tehát ott még lehet valaki tirpák, lehet valaki bunkóparaszt, ezzel nincsen probléma, vagyis jobban mondom, de van probléma, de hogy ezek bizony emberi tulajdonságok. Ennyi lett volna, amit el szerettem volna nektek mondani. Remélem, hogy megértitek. Én nagyon kíváncsi vagyok a ti álláspontotokra. Szerintetek a Tamás túllőtt a célon, bunkó volt, tapló volt, szexuális ragadozó volt, nem szabadna többet medencében úszkálnia, nem szabadna többet magyar színekbe rajtkőhöz állnia, már ilyet is hallottam. Mi a ti véleményetek? Írjátok le komment szekcióba, és tényleg kíváncsi vagyok rá, mert lehet, hogy én látom rosszul, és lehet, hogy én vagyok, hogy is mondjam, túl szabad szellemű, de hogy én nem látom ennyire a mumust ebben a dologban.
dologban. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, igazából ennyi, nincs más dolgod, mint feliratkozni, enni egy sajtburest, és nem csapkodni lányok, fiúk segét a diszkóban, mert egyébként az tényleg bunkóság. Ha úgy látod, hogy bejön neki, ha úgy látod, hogy bejöttök egymásnak, akkor se csapjál a seggére, akkor se nyúlkáljál alá. Nem azt mondom, érted, hogy most bélyeggyűjteményt kell mutogatni, meg goblineket cserélgetni, de na, legalább hívd már meg előtte egy lafi kólára, vagy valamire. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, iratkozzál fel, kövessél be Instagramon, mit tudom én, miket csináljál, hogy igazi youtuber, meg influencer, meg híres ember legyek, tégy híressé, tégy gazdaggá, és én ígérem, hogy nem felejtem el, meghálálom, és majd 3000-ért jöhetsz a közönség találkozómra, mint VV Zsuzsunál. Csókollak, sziasztok!